Dohányzás. Hazánkban a felnőtt korú lakosság mintegy 28%-a cigizik, ez körülbelül 2 millió főt jelent. Milliárdos diákmunka. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány az idei önkormányzati diákmunka programra. Megyei tehetségnap. Több mint 10 díjat és számos emléklapot adtak át megyénk kiválóságainak. A 18. életévüket betöltöttek, körülbelül 28%-a dohányzik Magyarországon, ez több mint 2 millió főt jelent. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2010-hez képest kevesebbet, más országok átlagához képest, sok fiatal is dohányzik Magyarországon, de nem csak a fiatalkori, a terhesség közbeni dohányzás is sok veszéllyel járhat. Van olyan körzet Nyíregyházán, ahol a kismamák negyede cigizik. Nyíregyházán a dohányzás leszokását támogató tanácsadás nyílt az egészségügyi alapellátás épületében. Itt az egészségügyi alapellátás igazgatóság épületében működik a dohányzásról való leszokás támogató tanácsadás Nyíregyházán minden szerda délután. A szakemberek egyéni és csoportos módon, de akár telefonon keresztül is segíthetik a leszokást. A nikotin az egyik legerősebb függést alakítja ki, ezért elsőként tisztázzák, hogy a páciens miért dohányzik, fizikai vagy pszichés függésről van-e szó. Ez alapján választják ki a megfelelő módszert. A folyamatban helyet kap az önmegfigyelés, a páciens saját dohányzásának megfigyelése és napi dohányzási napló vezetése is. Az országban egyedülálló módon kezdte meg működését a nyíregyházi támogató tanácsadás. Itt van a tanácsadó iroda ajtaja bárki előtt, hogy akinek tanácsadásra van szükség, az meg fog bennünket itt látogatni a Szent István utcán, és egyre kevesebben lesznek, akik ennek a szenvedélynek hódolnak. Én azt gondolom, hogy türelem kell hozzá, és segítség, mert aki benne van, a többség ők is érzik, hogy ez nem jó, és valamilyen segítséget kapnak. És ez csak a megelőzés és a leszoktató programok az, amelyek ebben segítenek. Személyre szabottan, hiszen kinél az erősebb a biológiai függés, vagy akár a lelki tényezők, akkor ezeket kell orvosolni, ki kell kutatni itt is a kiváltókokat, ami életben tartja ezt a függőséget, és ezt megszünteti. Ezt szolgálja az iroda, és örülnek, hogy újra valamiben elsők vagyunk. A nyíregyházi támogató tanácsadás elsődleges célcsoportja a várandós nők. Rákóczi Ildikó a sajtótájékoztatón kiemelte, a terhesség alatt nincs megengedett mértéke a dohányzásnak. A dohányzás a magzat egészséges fejlődését hátráltatja. A cigaretta elszívásakor, a nikotin és a további több ezer vegyület rákeltő és érösszehúzó hatású, de a méhlepényt is összehúzza, pedig a magzat méhen belüli fejlődését azt táplálja. Ha a méhlepény nem egészséges, akkor az akár ahhoz is vezethet, hogy az újszülött hamarabb vagy alacsony születési testtömeggel jön világra. Lesújtó adatokat tudok mondani. Egy 2018-ban megjelent tanulmány szerint az országban olyan 10-15%-a dohányzik a várandós kismamáknak. Ez azt gondolom, hogy egy is sok lenne. Még ezt megelőzően mi is végeztünk egy kutatást, 2012-ben fejeztük be, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sajnos 20% fölötti eredményt tudtunk kimutatni, ami azt gondolom, hogy nagyon rossz eredmény. Tehát, hogy a várandós anyukák 20%-a dohányzik ugye a 9 hónap alatt. A dohányzás a fogantatást is negatívan befolyásolja, így a tanácsadó irodában nem csak kismamák jelentkezhetnek a leszokás segítő programra, hanem férfiak is. Tavalyhoz képest 600 millió forinttal többet, összesen 3,6 milliárd forintot fordít a kormány idén a diákmunkaprogramra. A két hónapos önkormányzati programban több ezer diák dolgozott 2018-ban Szabolcs megyében. Az államilag támogatott nyári diákmunkát a megyei kormányhivatal koordinálja, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre nagyobb rázigény. Mind a diákok, mind az önkormányzatok és vállalkozások körében népszerű volt korábban, így idén is elindul a nyári diákmunkaprogram. Mint az ezt ismertető szerdai nyíregyházi sajtótájékoztatón elhangzott, a cél, hogy ezen a nyáron 4000 felett legyen a résztvevők száma a megyében. Az a nappali tagozatos fiatal, aki érdeklődik a program iránt, már jelentkezhet is.
feladata az annyi, hogy be kell menni az adott járás hivatal foglalkoztatási osztályára, és ott regisztráltatnia kell magát. Ugyanúgy a járás hivatalunk fogadják az önkormányzatoknak, illetve azon vállalkozásoknak a regisztrációját, akik ebben a programban részt vetnek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy vállalkozások esetében kizárólag a mezőgazdasággal, illetve a turizmus vendéglátás szektorban dolgozó vállalkozások jöhetnek számításba, és mi pedig azon vagyunk, hogy összekapcsoljuk az embereket és a fiatalokat és a munkáltatókat. Strand, szociális intézmények vagy múzeum, csak néhány hely, ahol a 16 és 25 év közöttiek dolgozhatnak a program keretében. Ennek több célja is van, egyrészt megszüntetni a fiatalkori inaktivitást, másrészt, hogy a fiatalok kipróbálhassák magukat a munkavilágában, és nem utolsó sorban jövedelemre tehessenek szert a július 1-e és augusztus 31-e közötti időszakban. Az önkormányzatok tekintetében 6 órás munkavégzés támogatott, itt a szakképzett bér az bruttó 146.250, a szakképzetlen pedig 111.750 forint. A mezőgazdaság, vendéglátás, turizmusban pedig a versenyszférás bérekről van szó, a szakképzetlen az bruttó 149, a szakképzett pedig a garantált bérminimum az bruttó 195.000 forint. A pénzügyminisztérium által kiírt és a kormányhivatalokon keresztül megvalósuló programra komoly összeg, országosan több mint 3,5 milliárd, megyénben pedig 650 millió forint jut. Az önkormányzatok esetében 100%-os, míg a mezőgazdaságnál és turizmus vendéglátásnál 75%-os a támogatás. Rekord mennyiségű cigarettára bukkant a NAV Csengersimán, több mint 521.000 doboz zárjegy nélküli dohányárót rejtett egy kamion. A pénzügyőrök a rendőrökkel közösen Csengersimán egy magyar kamiont ellenőriztek. A leplombált teherautó a papírok szerint építőipari szigetelő anyagokat szállított. A vizsgálatkor a plomba eltávolítása után kiderült, a rakomány csak álcaként szolgált, ugyanis a raktér összesen 52.200 karton adózatlan cigarettát rejtett. A pénzügyőrök a mintegy 530 millió forint értékű adózatlan füstölnivalót lefoglalták, a sofőr ellenköltségvetési csalás miatt büntető feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Több mint 10 díjat és számos emléklapot vehettek át megyénk kiváló versenyző tanulói és felkészítő tanárai. Az idei ünnepség már a 10. megyei tehetségnap volt. A hagyományos díjak mellett Nyíregyháza önkormányzata 5 külön díjat is felajánlott a legjobbaknak. Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja 10. alkalommal szervezett hagyományos tehetségnapi díját adó ünnepi gálát, amelynek keretében kiváló versenyző tehetségdíj és kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíj emlékplaketteket és okleveleket osztottak ki általános és középiskola, valamint külön díj kategóriában. A pályázati felhívásnak megfelelően az elmúlt 2 tanévben az Oktatási Hivatal által meghirdetett országos felfutású tantárgyi versenyeken, valamint egyéb nemzetközi, országos és megyei versenyeken legeredményesebben teljesítő tanulókat jutalmazták. Több mint 30 tanulói és felkészítő tanári pályázat érkezett, ezeket független szakmai zsűri értékelte. Azt gondolom, hogy fel kell fedezni először az emberben saját magának, hogy mit szeret legalább azon a szinten, és hogy mi az, ami vonzza igazából a tanulásban vagy a sportban. De ezt nem elég csak felfedezni, hanem ezt ápolni, gondozni kell. Sőt, nem csak, azt gondolom, hogy nem csak az általános és középiskolában, hanem tovább is, mert a tehetség az nagyon könnyen elveszhet, mert az élet elviheti az embert olyan területre, amire nem számol. Nem csak a tanulók, a pedagógusok motivációja is fontos, hiszen nem mindegy, milyen diákokat, utódokat nevelnek a mai fiatalokból. A tehetsége gondozása Nyíregyháza város vezetése számára is fontos, ezért 5 külön díjat is felajánlottak. 5 különböző iskolában lévő, különböző tantárgyakban és sportokban jó eredményt elérő gyerekeknek, nem mindenki nyíregyházi közülük, de a tehetség az nem helyhez kötött és nem országhoz kötött dolog, hanem az az embernek a sajátja. A kiválasztott diákok egy-egy nagy értékű ajándékcsomagot kaptak, amely a későbbiekben is emlékezteti a fiatalokat a gyökereikre és arra, melyik város indította útnak őket.
Péntektől újabb jelentős árcsökkenés jön a kutakon, a benzinára a szerdaihoz hasonlóan ismét 9 forinttal esik, a gázolai pedig literenként 6 forinttal, értesült a holtankoljak.hu. Így a 95-ös ára két hét alatt már 21 forinttal kerül kevesebbe, a dízelé pedig 19 forinttal. Az átlagárak ráadásul bekerülnek a 400 forintos határ alá, a benziné 391, a gázolai 397 forintra mérséklődik literenként. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a drágább helyeken, például az autópályák mentén akár a 2012-es 450 forint környéki csúcs szintet is elérhetik a literárak. Június 13-án, tehát jövő hét csütörtökön kezdődik a 90. ünnepi könyvhét és 18. gyermekkönyvnapok. Az érdeklődőket ingyenes beiratkozás és amnesztia hét is várja a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az intézmény irodalmi és zenés műsorokkal is készül. A vendégek találkozhatnak például Gyuris Tiborral, Fábián Jankával és Nagy Zsukával is. Az ünnepi könyvhét az egyik legnemesebb könyves hagyomány, a kortárs magyar irodalom, a könyvek és az olvasók ünnepe, hangzott el a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár sajtótájékoztatóján. Idén már 90. alkalommal szerveznek irodalmi és zenés programokat az ünnepi könyvhét és a 18. gyermekkönyvnapok részeként. Önmagában a könyvhét is ünnep, ahogy a nevében is benne van. Ünnepeljük azt, hogy a könyv szeretete, a olvasás szeretet, az olvasás iránti igény, az igenis benne kell, hogy éljen mindenkiben, gyermekben, fiatalban, idősben, és megpróbáljuk üzenetként tolmácsolni ezt a városlakók felé a rendezvénysorozattal, hogy ne szokjanak le az olvasásról. A rendezvény kiemelt célja a kézbe vehető könyvek olvasásának népszerűsítése. Idén új helyszínen várják a látogatókat. Lesz könyvszobrász és kötészeti bemutató, kézműves foglalkozások és papírszínház is. Az óvodásokat, kisiskolásokat és szüleiket is tartalmas, interaktív író-olvasó találkozókra várják a szervezők. Nem csak a idei ünnepi könyvhét helyszíne lesz más, hiszen most a Kossuth tér helyett a Váci Mihály Kulturális Központ előtti Szabadságtérre települünk ki az ünnepi könyvhét 3 napjára, tehát csütörtök, péntek, szombatra. De hogy az ünnepi könyvhét valóban egy teljes hét legyen, itt Nyíregyházán is, ahogy országszerte több város is otthont ad ennek a legnagyobb könyves és irodalmi rendezvénynek, ezért már 11-től ingyenes beiratkozással és amnesztiával várjuk az olvasókat minden könyvtárunkban, itt a központi könyvtárban is, 6 fiók könyvtárunkban is. A rendezvény díszvendége Vári Fábián László, József Attila díjas kárpátaljai magyar költő, író és műfordító lesz. Két nemrég megjelent művét is megismerhetik az irodalom iránt érdeklődők. Olimpia, versenysport, egyetemi sport, sportinnováció, sportturizmus, sportélettan. A teljesség igénye nélkül néhány témakör, amelyekről szó esik a 16. országos sporttudományi kongresszuson. A Nyíregyházi Egyetemen 3 napon keresztül közel 150-160 előadást hallgathatnak meg a konferencián résztvevő szakemberek és érdeklődők. Az 1996-ban alakult Magyar Sporttudományi Társaság 2013 után második alkalommal rendezi sporttudományi kongresszusát Nyíregyházán. Mint a társaság elnöke elmondta, nem csak az elmúlt bő 2 évtizedben változott rengeteget a sport, hanem az elmúlt 6 évben is több új terület került a látókörükbe. Például a korábbi tucatnyi helyet évente már több mint 100 világversenyt rendeznek Magyarországon. Ez a kis szegmens, amit tudományosan vizsgálunk, ez szól sportturizmusról, sportgazdaságról, ifjúságnevelésről, nagyon sok társadalmi jelenségről is. Ez is megváltozott az elmúlt 6 évben, de 6 évvel ezelőtt például az egészség és a mozgás területén útjára bocsájtottuk a mozgásgyógyszer koncepciót, akkor még ízlelgette mindenki a kifejezést, mozgásgyógyszer. Ma már nagyon sok helyről hallom, ez jó, mások is felvették a ritmust. Mi már ma precíziós, egyénre szabott mozgásgyógyszerről beszélünk, vagyis arról, hogy az egyénre szabott és az egyén aktuális állapotára szabott rendszeres fizikai aktivitás minden szempontból előnyös a szervezet számára.
A sportért felelős államtitkár az élsportolóknak nyújtott tudományos segítség mellett a kutatások szabadidősportra gyakorolt hatását emelte ki. Rendkívül gyorsan fejlődik a sport területe, és ennek valamennyi ága, és ezt ugye, hogyha megnézzük a sporttudomány területét, akkor mindegyik szegmense be lesz mutatva a mai napon, és a holnap utánin. Nagyon fontos, hogy nem csak ilyen sport és utánpótlás nevelés mutatja meg magát ezen a területen, hanem a szabadidő sport is, hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk és megőrizhessük az egészségünket, az nem más, mint a sport. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint fontos, hogy akkor, amikor milliméterek vagy század másodpercek döntenek a helyezésekről, minden segítséget megkapjanak a sportolók. A sportolók a legfontosabbak, tehát nem volt sportolóként, nem gondolnám egy üres frázisként. Én azt gondolom, hogy van az a tudás szegmens, ami csak onnan tud jönni, ami csak az edzőtől, vagy még inkább a sportolótól, aki ott izzad, aki szemtől szembe áll az ellenfelével, aki már megtapasztalta, aki talán mindenkinek jobban tudja, hogy mi az, amin javítani kéne. Én azt hiszem, hogy erre a válasz egy egyértelmű igen, tehát nagyon-nagyon sokat várunk attól, hogy ezek a fajta impulzusok a sportolóktól, a sportolótanástól elhangozzon, és aztán meg tudjon jelenni később a döntésekben. A megyei közgyűlési elnöke arról beszélt, fontos, hogy mindenki foglalkozzon az egészségi állapotával, ehhez pedig igyekeznek a tárgyi feltételeket is megteremteni. Én azt is várom ettől a kongresszustól, hogy a mindennapi sport területén is olyan tudástranszfer történik, olyan tapasztalat átadás történik, amit ilyen szempontból is tudunk hasznosítani aztán. A médiában megjelennek az eredmények, és az emberek mindennapjaivá válik a rendszeres sport. Sok területen ebben előrelépés volt, gondolok a járási tanúszata programra, a faluba, településeinken, kisebb falvakban is megjelenő szabadidő sporteszközökre, torraterem építési programra. Tehát nagyon sokat tesz a közösség, az állam, az önkormányzatok azért, hogy napi rendszeres tevékenységei váljon a sport. Biztos vagyok benne, hogy ez a konferencia is hozzájárul ehhez. A pénteken záruló konferencián közel 160 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők és a szakemberek. Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet szerzett Hatházi Dóra a Kaposvári Ifjúsági Országos Bajnokságon. Gyula Sándor tanítványa 50 méter pillangón és 100 méter pillangón aranyérmet nyert, 200 pillangón másodikként csapott a célba, 100 gyorson pedig a harmadik helyen végzett. Hatházi Dórát a szövetség 3 egyéni és 4 váltó számban nevezte a Kazanyi Ifjúsági Európa Bajnokságra. 11 tagú nyíregyházi csapat utazott a Kaposvári Ifjúsági Országos Bajnokságra, igaz, közülük csak 3 képviselték a korosztályt, a többiek serdülő és gyermekkorcsoportos úszók voltak. A fiatalabbak közül Cserfalvi Olaf 4 számban is döntőbe jutott, de érmes reményei Hatházi Dórának lehettek. Gyula Sándor tanítványa meg is felelt az elvárásoknak, végül 4-szer állhatott fel a dobogóra az OB-n. Nagyon jó formában éreztem magamat, ilyen időket még sose húztam az edzéseken, és úgy mentünk oda, hogy ebből bármi lehet. Végül 200 pillén ugye második lettem, nagyon kicsivel lemaradva, 50 és 100 pillén sikerült nyernem, és 100 gyorsan sikerült még egy bronzérmet szereznem. A 200 pillé vagyok egy kicsit elégedetlen, az idővel nem, mert az már egész jó, viszont el tudtam volna kapni a Perez Blancát most, mert nem volt olyan formában, de majd legközelebb. A verseny után kihirdették a július 3-án kezdődő Kazanyi Ifjúsági Európa Bajnokságra utazó magyar válogatott keretet, amelyben Hatházi Dóra is helyet kapott. Dóra az összes pillangó számba indul egyéni számba, 50 pillangó, 100 pillangó, 200 pillangó, és elvileg 4 váltó számba kapott helyet, 400-100 gyors, a 4x200 gyors, a 400-100-es női vegyes váltó, és van a 400-es mix vegyes váltó, ahol számítanak rá. Abban az esetben, ha az egyéni számait ez nem fogja ütni, ez majd helyszínen fog eldőlni, hogy melyik váltókat tudja vállalni. Szeretnénk dobogós helyet is elérni, ebben leginkább a 200 pillangón lenne esélye, vagy van esélye, mert ugye a rövidebb sprint számokhoz ő elég alacsony, persze ott is megteszünk mindent, hogy jól ússzon. Mint Gyula Sándor elmondta, nem egyszerű feladat egy hónapon belül 2-szer is csúcsformába kerülni, sőt lehet, hogy augusztus végére is időzíteni kell egy újabb csúcsformát, mivel Dórának jó esélye van arra, hogy ott legyen a magyar csapatban a budapesti ifjúsági világbajnokságon. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A 18. életévüket betöltöttek, körülbelül 28%-a dohányzik Magyarországon, ez több mint 2 millió főt jelent. 2010-hez képest kevesebbet, más országok átlagához képest sok fiatal is dohányzik Magyarországon. De nem csak a fiatalkori, a terhesség közbeni dohányzás is sok veszéllyel járhat. Van olyan körzet Nyíregyházán, ahol a kismamák negyede cigizik. Nyíregyházán a dohányzás leszokását támogató tanácsadás nyílt az egészségügyi alapellátás épületében. Tavalyhoz képest 600 millió forinttal többet, összesen 3,6 milliárd forintot fordít a kormány idén a diákmunkaprogramra. A két hónapos önkormányzati programban több ezer diák dolgozott 2018-ban Szabolcs megyében. Az államilag támogatott nyári diákmunkát a megyei kormányhivatal koordinálja. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre nagyobb rá az igény. Több mint 30 tanulói és felkészítő tanári pályázat érkezett az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központhoz. A kiváló versenyző tehetségdíj, valamint kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíj 10. pályázati felhívására. Ezeket független szakmai zsűri bírálta el. A megyei tehetségnap díjátadó ünnepi gálán emlékplaketteket, okleveleket, valamint könyvutalványokat és a Nyíregyháza által felajánlott külön díjakat vehették át megyénk kiválóságai. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, június 5-én szerdán friss hírekkel, holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Egy magassági hidegörvény alakítja az időjárást, amely bár holnap már fokozatosan eltávolodik a Kárpát-medence térségétől, még többfelé okozhat záport, zivatart. Csütörtök reggelig erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé kialakul záport, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A délkeleti déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Csütörtök estig szintén erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, többfelé kialakult zápor, zivatar, de helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul. Pénteken főleg északon, északkeleten alakulnak ki záporok, zivatarok, a hétvégén, illetve a jövő hét első napjaiban jobbára napos időre van kilátás.